53. születésnapját ünnepelte a Marosvásárhelyi Állatkert. Az ünnepen leginkább a gyerekeket jutalmazták meg látványos programokkal. Az elefántok kifutóját nagy gyermeksereg veszi körül, hiszen most nem csak a fák közt meghúzódva láthatják a szürke óriásokat. Az állatkert aligazgatója szerint az elmúlt 53 év sikere abban mérhető, hogy folyamatosan nő a látogatók száma, az ilyen eseményeknek is köszönhetően. Jelen pillanatban az ország legnagyobb állatkertje, és nem csak az országon belül, hanem határokon kívül is ismerik, és ami nekünk, hát a mezőgazdaságban vagy az állattenyésztésben mondjam így, tehát ott vannak ilyen mérhető dolgok, hogy mivel mérhetjük egy teljesítményt. Na most mi a látogatókkal, számával tudjuk mérni, és büszkén mondom, hogy napról napra, évről évre nő a látogatottsága. A látványetetések remek lehetőséget nyújtanak közelebb hozni az állatokat a látogatókhoz, mondja Halmágyi Ildikó, az esemény szervezője. A látványetetések mindig fontosak az állatkerteknek. Mi is igyekszünk ezáltal a látogatóinknak megmutatni az állatainkat, hogy mire képesek, illetve ilyen egyszerű dolgokat, hogy mit tesznek, illetve mi az, amire szükségük van a mi állatainknak, illetve bizonyítani azt is, hogy igen, jól vannak itt az állatkerti körülmények között. A gyerekek is szemmel láthatóan élvezték a programot. Milyen érdekességeket láttatok? Hát azt, hogy a mosómedve hogy szívja ki a tojás belét. Igen, és akkor a szendvicset is, meg beáztatja a vízbe. A Marosvásárhelyi Állatkertben 120 fajhoz tartozó, több mint 500 állat él, őértük 31 gondozó felel.